A Tétényi poszát ad adalol, nő az árvalányha és az orhidea, de itt vadászik a töviszúró gébics és a pannongyík is. Ezeknek az értékeknek a megőrzésére is jut majd abból az 1,4 milliárd forintból, amit a főváros nyert el az Európai Unió LIFE pályázatán Budapest természeti értékeinek megőrzésére. Ezt jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester a helyszínen. A városvezető szerint a rekordmagasnak számító támogatást a főváros a természetvédelem iránti elkötelezettsége miatt érdemelte ki nagyon sok új természetvédelmi területet alakítottunk ki Budapesten, és arra is büszkék vagyunk, hogy közvetlen európai Nos forrást szereztünk 1,4 milliárd forint értékben Budapest természetvédelmi területeinek a megőrzésére. Itt egyébként a 11. kerület és a 22. kerület határában az egyik legfontosabb beavatkozási pont itt a Tétényi Fenség környékén, és valóban itt most egy olyan fejlesztésről beszélünk, ahol valójában visszaadjuk a természetnek azt, ami az övé volt. Ez egy régi katonai terület, és szeretném megőrizni azt a nagyon gazdag növényvilágot, ami itt ezen a réten kialakult, és nem tudunk arról, hogy Budapesten bárki ennyi pénzt elköltött volna az elmúlt évtizedekben kifejezetten természetvédelmi célokra. Az EU-s pályázaton elnyert pénzből három területen állítják vissza a természetes környezetet. Óbudán a mocsáros dűlő vizes élőhelyén biztosítják a vízellátást, és tisztítják meg az invazív fajoktól az őshonos ökoszisztémát. A másik két projekt a 11. kerületet érinti. Ez a köérberkiszikes réteg, ott van egy vízbázis, ott most vízkitermelés is zajlik, hogy a gyógyvizet termelnek ott ki, de ezzel együtt van ott egy csomó védett növényfaj, állatfaj, azoknak akarjuk az életkörülményeit megtartani, ott a területet ki kellett takarítani, vizes élőhelyet úgy lehet megvédeni, ha vizet valahogy meg tudjuk tartani egy adott területen. És ahol most vagyunk, ez a Tétényi Fenség, ennek mi a különlegessége, hogy ez egy gyep, egy úgynevezett sztyep-gyep. Ebből nem nagyon van más Magyarországon, és ezért különleges, több mint 400 növényfajt azonosítottak itt, ami védelemre érdemes, és több mint 80 állatfajt él itt. Azokat a növényeket kell innen lecserélni, amik nem idevalók. Van itt egy csomó invazív fa bálványfák, ezeket talán a budapestiek is ismerik, és a cserjék sem idevalók. Ugye itt részben ezt hogy fogjuk megoldani, hogy a gyep maradjon meg és erősödjön meg, ez részben kasszálással, a másik, ami egy új elem, ami mocsároson is lesz, ez a legeltetés. A természetvédelmi területek rekultivációjával azt akarják elérni, hogy a védett tájak megőrizhessék eredeti formájukat.